És most következik a 6. osztály. Eddig a tanévig az iskolánkban az alsó tagozat 1-től 4-ig tanult néptáncot órarendi keretek között, és ettől az évtől vezettük be az 5. 6-ban is a néptánc oktatást, mármint hogy folytatólagosan, és ugye az én osztályom a 6. osztály, hát ők egy évet kihagytak, és hát el kell mondanom, hogy azért az éveleje azért hagyott némi kívánivalót maga után, mert hogy nehezen álltunk rá a táncra, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy az év végére nagyon megügyesedtek, és nagyon, nagyon jól dolgoztak, és nem az volt a jellemző, ami az év elején, hogy néhányan csak azért léptek, mert előről húzták, hátulról tolták őket, hanem ha mindenki azt csinálja, amit tud, és oda teszi magát, akkor egy nagyon-nagyon jó produkció fog kikerekedni, és én remélem, hogy akkor most mindenki ezt fogja tenni. Van, aki a tanárúrral még egy fagyiban is fogadott, hogy nagyobbat fog ugrani, mint én. Hát nem tudom, majd én azért igyekszem én megnyerni azt a fagylaltot, majd meglátjuk. Jó? Akkor fogadjuk sok szeretettel a 6. osztály műsorát, akik moldvai táncokat fognak bemutatni. Thank you.
És nagyon és még egyszer köszönöm szépen Barának. Hát innen belülről ez egészen jó volt, nem tudom, hogy kívülről mi látszott, remélem, hogy kívülről is tetszett mindenkinek. Én köszönöm a 6. osztálynak, ügyesek voltatok. És ezzel a mai gálaműsorunk és egyben vizsga előadásunk is véget ért. Én köszönöm szépen a nézőknek a megjelenést, illetve köszönöm szépen a táncosoknak, a gyerekeknek a sok munkát és a felkészülést. Nagyon ügyesek voltatok, mindenkinek csak gratulálni tudok. A következő évben várunk vissza mindenkit. A lányok visszajönnek az iskolába, és levesszük a szoknyát, és utána mehet haza mindenki. A fiúk pedig innen már a rendezvénytőről mehetnek haza a szülőkkel. A hangszereseknek az evangélikus templomban kezdődik 6 órakor a hangszeres gála, amire szeretettel várnak minden érdeklődőt. Ezzel a mai műsorunkat akkor befejezzük. Köszönöm szépen a megjelenést, viszontlátásra mindenkinek!